Negyedik alkalommal szervezett a BSS sportolói és vezetői részvételével évadzárógálát, melyben egyrészt értékelték az elvégzett munkát, másrészt átadták az elismeréseket azoknak a versenyzőknek, akik öregbítették teljesítményükkel a bátaszéki sport jó hírnevét. Nem is sportolók, hogy ezt tavaly is elmondtam, próbálunk a japános vízszerű tudattal élni, mi azt jelenti, hogy ha valami akadály gördül elénk, akkor próbáljuk azt okosan magunk stratégiáival és lelkületével kikerülni, és pozitívan tekinteni a jövőben. Ambivalens érzéseim vannak, amikor az évet össze kell foglalni. Azt gondolom, hogy eredmények tekintetében ismét elkényeztettek bennünket a sportolóink. Hogy itt végighaladok a szakosztályokon, azt látom, hogy van most tényleg egy nagyon jó labdarúgó csapatunk, egy nagyon jó edzővel, aki nagyon jó összefogja a felnőtt csapatot, és alatta az utánpótlás edzők is minőségű és kiváló munkát végeznek. Ugyanez elmondható egyébként a kosárlabda szakosztályról, az utánpótlás fiatalok, ugye a KSC színeit erősítik, a felnőttek pedig összejönnek kvázi öreg fiúk és felnőttek kosárlabda sportjára, tehát ott is van, úgy gondolom, hogy egy csapategység és egy átmenet. Az úszó sportolóink országos diákolimpiára jutottak, ahol tisztességesen helyt álltak, tehát azért én azt gondolom, hogy egy ilyen kicsinke városban, mint Bátaszék, egy megyein túljutni, és azon felül még egy országos diákolimpiát jól abszolválni, szerintem az már erőn felüli. És hát a karatésok, elnézést, hogy őket hagytam, de egy kicsit a szívem csücske, mert abban még több az érintettségem, de kivételesen jó évet zártak. Ugye itt már többször beszéltünk korábban arról, hogy milyen nemzetközi sikereket, magyar sikereket, Európa-bajnoki szereplést tudhatunk magunk mögött. Tehát én azt mondom, hogy majdnem mindenhol, ahol a karatésok, a bátaszéki karatésok megjelentek, ott a legjobbat produkálták. Gazdasági értelemben azonban jelentős nehézségeket kellett leküzdenie az egyesületnek. És azt kell mondanom, hogy az erőforrásaink és a tartalékaink sajnos a végét járják, és hát nyilván mi abból tudunk gazdálkodni, amit a szülők, a támogatók és a város összead, és hát ezt a határt ezt nem lehet azért a végtelenségig feszegetni. Ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy ezt az évet ezt tisztességesen végigcsináltuk, és mind eredmények, mind gazdasági értelembe véve le tudjuk zárni, viszont egy picit kilátástalanabbnak érzem e tekintetben a jövőt, mert eddig minden évet úgy tudtunk zárni, hogy láttuk a következő 2-3-4 hónap történéseinek háttérfinanszírozását. Most e tekintetben egy picit bizonytalanabbnak látjuk a jövőt. Abba bízom, hogy azért a kollégáinkkal, a szakvezetőkkel tudunk majd olyan megoldási stratégiákat alkotni, kitalálni, amivel ezen a nehezebb időszakon is túllendülünk. A labdarúgók egy átalakított elnökséggel, új edzővel vágtak neki az idei évadnak, és terveik egyenlőre valóra válnak, hiszen versenyben vannak a bajnoki címért. A tavaszi szezonra azért is nézünk reménykedve, mert azokat a pici kis hibákat, amiket most már ugye ismerjük a csapatokat, és szerintem azokat a pici kis hibákat, amit elvétettünk, azokat megpróbáljuk majd kijavítani. Hát most azt nézem az utánpótlásnál, hogy a nagy csapatnál ugye azért kellett nekünk a nagy csapat és az ifi csapatnak a mérkőzéseit külön napra tenni, hogy az ifi játékosaink tudjanak játszani a nagy csapatba, tehát nem azért, mert hogy a nagyok játszanak vissza, ezért én azt mondom, hogy ez így tökéletes volt, 4-5 olyan játékos mutatkozott be, akik 2004-es és 2005-ös születésűek, tehát én azt mondom, hogy 16 évesen, 17 évesen a megye egybe, aki focizik, az szerintem egy jó karrier előtt áll, úgyhogy ebből a szempontból én azt mondom, hogy szerintem nagyon jók vagyunk. A mai sportoló gyerekek már más igénnyel élnek az egyesületek irányába, mint annak idején a mai kiöregedett sportolók korában. A mostaniak műfűhöz, melegöltözőhöz és jó minőségű versenyfelszereléshez szoktak, amit ha nem tud biztosítani az egyesülete, akkor nehéz dolga lesz, ha meg akarja tartani a versenyzőjét, mondta Nagy Ákos. Most itt az 5 éves mandátumunknak a végén azt mondom, hogy szerintem ez a bátaszéki sportéletnek egy sikeres korszaka lesz. Azt, hogy a pénzügyek
hogy fognak alakulni a következő évtől, hát lehet, hogy az ötös lottószámokat előbb megmondanám, és jobban, nem tudom, de tény is való, hogy ennek a városnak a, tehát a vezetésnek is, a politikának is, mindennek látnia kell azt, hogy előre mozdultunk el. Rengeteg a gyerek, nézzük a karatét, az úszást, a fotballt, a kosárlabdát, minden bárhol, bármit nézünk, rengeteg gyerek jött. Tehát megdupláztuk szó szerint az elmúlt 5 évben a létszámunkat, és ezt valahogy szerintem alá kell támasztani. Tudom, mindenkinek fáj, amikor mindenki ugye a saját maga kis dolgát szeretné, van nagyon sok egyesületünk a városban, de én úgy érzem, hogy most egy olyan adó van a kezünkben, amit szerintem, hogyha most mellé áll a város ennek a következő évben is, akkor ezt jól fogjuk használni. A labdarúgók az idei fejlesztések mellé új projekt lebonyolításába kezdenek a következő évben. 2 évvel ezelőtt építettünk egy 100 milliós projektből egy műfüves pályát, most egy újabb projekt előtt állunk. Az 1950-es években megépült pályánkat, az füves pályát, nyertünk egy pályázatot, a teljes egészében meg tudjuk újítani, világítással, öntözőberendezéssel, teljes gyepcserével, mindennel, a környezete is megújul, és ez most egy egész embert fog kívánni. Ezért az új szakosztály mindenképpen most a tavasszal erre a projektre fog törekedni, mert ezt júniusig be kell fejezzük, és most ezt beszéltük meg, hogy ezt megerősítjük, és nekiállunk, és ezt megpróbáljuk megcsinálni, hogy egy jó csapatunk mellé legyen egy jó pályánk is. A sportolók teljesítményével, ahogy idén várhatóan jövőre sem lesz baj. Hogy ezt milyen körülmények között kell produkálni, az idő megmondja. Bátaszék számára eddig is és ezután is fontos lesz az 1912 óta működő egyesület, és a sport, legyen a szabadidős vagy versenyszféra.